érkezni, mint más országból jövő emberekkel, hogy hát ez nincs, nem egy utálat, ez komfort. Hát nem egy olyasmi, ahol... Ez preferencia. Ahol igen, de ahol az jön ki, hogy nem nagyon szeretek. Nem. És negatív, almosztereotípiákkal... Az van bőven. Negativizmus, pessimizmus, az van. De az egy ilyen kompenzált dolog. De olyan típusú, hogy a magyarságot alacsony emberek gondolom, hogy ilyen elmaradott népnek, mint mondjuk a nyugati népeket, tehát ilyen típusú nincsen. Hát legalábbis szociológia kimutatható nagyságrendben nincsen. Hát ez a titka a Fidesz hasításának, hogy erre a spontán nemzeti érzése épül rá, és ez egy olyan tömb, ami nem fog elolvadni soha. Azért a két legalacsonyabb jelzés ebben a magyarsággal kapcsolatos pozitív érzelmek terén, a két legalacsonyabb jelzés, az büszke vagyok arra, amit a magyarok véghez vittek, ez 390, és általában inkább szeretek magyarokkal érintkedni, mint más országból jövök, csak 362. Tehát az a két legalacsonyabb jelzés. Ami azt jelenti, hogy hát a többiek fontosabbak, mint ezek. Ugye az, hogy szeretem Magyarországot, hát ezek azok a dolgok, amikor azt mondom, hogy hát ez mit jelent? Hát ez persze, szeretem Magyarországot, szeretem Ausztriát is, szeretem... Nem a dolog akkor vált át, amikor ez hogy mondjam, inkább, tehát a szélsőségbe megy át. Ez egy nemzetközileg használt skála, tehát minden nemzetközileg kapitását lehet mérni vele. Hát, közelmutatói eszközökkel. Na jó, de hát ez mit jelent, hogy szeretem a magyar nyelvet? Hát a franciák azt mondják, nem szeretem. Együtt, ezt a klaszterbe berendezve lehet nézni. Tehát ezek az állítások együttesen adnak lehetőséget tipológia létrehozására. Egy-egy állítást kiragadva és megnézni az átlagértéket, az nem, abban nincs sem. Hát, ebben viszont vitem lenne veled, mert azt gondolom, hogy vannak olyan súlyú kijelentések, amelyekkel való egyetértés az önmagában minden további nélkül antiszemitának minősít valaki. Tehát mit tudom én, van talán a Kovács Andrásnak a felmérésében, nem tudom, hogy a tiédben benne volt ez, volt egy olyan állítás, hogy a magyarországi zsidók elpusztítása az a magyar társadalom vesztessége. Most, aki ezzel nem ért egyet, az olyan nettó antiszemita, hogy ennél antiszemitámat nem lehet elképzelni. Tehát vannak olyan kérdések, amelyek olyan nyilvánvaló antiszemita jelzések, hogy azokat kár belevenni bármilyen klaszterba, mert önmagában lehet annak alapján valakitől megvonni a választójogot, vagy bármit csinálni vele. Tehát ami ugye ide adekvát. Tehát, hogy... vagy börtönbe csukni 45 után minden további nélkül. Az általában nem egy állítással szokták ezt letesztelni. Általában nem egy állítással szokták letesztelni. Jó, de ez most egy tekintély elvű érvelés a részedről. Én meg most azt mondom, hogyha van önmagában egy olyan állítás... Én nem találkoztam olyan kutatással, hogy egy állítás alapján leosztályozzák. De mondom, ez egy tekintély elvű érvelés a részedről. Én meg azt mondom, hogy ahogy a büntető jobban is azt mondja, hogy valaki csak egyszer ölt meg valakit, azt főszabályként már gyilkossággal állítják bíróság elé. Tehát egyetlen kijelentés alapján is lehet olyan súlyú az a kijelentés. Nem Kovács, mint talált, hogy hány százalék ért egyet ez az állítással? Viszonylag sok. De mennyi? Hát magasabb, mint a Kovács András féle antiszemita csoport. De akkor ez szerint ő rosszul csinálta a klaszterét. Mert azt mondod, hogy akik ezzel egyetértnek ábúlva antiszemiták, emlékszel az András nagydoktorának azt a vitát folytattuk, hogy én azt mondom, hogy sokkal nagyobb része a társadalomnak antiszemita, mint amennyit az András annak definiál. Pontosan azért, mert azt gondolom, hogy vannak olyan kijelentések, amik önmagukban elegendőek arra, egyszerűen a hétköznapi gondolkozás logikája éppen, szerint. Neki lehet menni ennek a dolognak, és empirikusan lehet tesztelni.
ketté vágod a mintát, és egyik mintába belerakod ezt, másik mintába lágyabb állításokat teszel, és akkor összehasonlítod. Igen. Igen, ez egy érdekes kérdés. Nekem még a múlt feloldások kapcsolatban lenne egy felvetésem, hogy a zsidósághoz ért történelmi traumák mennyire vannak kiveszélve, meg feldolgozva. Azt kérdezni, illetve az lenne az észrevételem, hogy ha ez így lenne, tehát hogyha ez egy kibeszélt, feldolgozott téma lenne, akkor nem kéne a zsidósággal szembeni előkéletek radikális csökkenését tapasztalni. Tehát nem lenne egy jó indikátora az előkéletesség csökkenése annak, hogy itt fel van dolgozva. Nehezemre esik az a szituáció, hogy el van ittnak ismerve az áldozatot, fel van dolgozva a téma, és még mindig ugyanakkor az antiszemitizmus. Hát nem, azt hiszem, hogy nem, hogy kettő között nincs összefüggés, mert ugyanaz a tény, tehát a Shoa elismerése, az nyugodtan lehet, a nácik is elismerik, hogy volt Shoa. Szóval nem mindegyik, az is egy formája, hogy, hogy tagadják, az is egy formája, hogy elismerjük, és azt mondják, hogy annál jobb volt. Kemény nácikus, az nem csak, hogy elismeri, de még ő is annak, mint hogy ez a kérdés, ezt megerősíti, amit most mondtál is, amely elég magas számú igenő válasz volt, hogy lehet a múltat feldolgozni, és az egészen másképp értékelni, tehát a Shoát például pozitíven értékelni, mint hogy magyar társadalomnak minden antiszemita így gondolja. Itt van a dolog titka, amit az Igor mond, hogy igen, ezt megerősítem, hogy nem tekintik veszteségnek. Tehát bármilyen településre elmész, érdeklődsz, hogy van egy zsidó temető, van, megmutatják. Kérdezett, hol vannak a zsidók? A Antal József, amikor a zsinagógánál van, az a fémből készült fa, és azt adta át, akkor azt mondta a filoszemita szándékkal, tehát ő azt gondolta, hogy a filoszemita szándékkal mondta, hogy a magyar miniszterelnökként mondta, hogy a ti halottaitokra úgy tekintünk, mintha a mi halottaink lennének. Tehát ez, és ő úgy gondolta, hogy ő ezzel emeli magához ő ezzel nyilvánít szolidaritást. A ti és a mi, tesem? Egyik nagyobb zsidó volt. De ez most mindegy, mert az a lényeg, hogy ő most ő úgy tekintette, hogy a magyar miniszterelnöknek nem a saját vesztessége. De ennek ez a rossz lelkiismeret, érted? Ez ezért van. Nem, azért van, mert ő is egy rohadt antiszemita volt, azért van. Nem, azt hiszem, hogy mélyebb a dolog. Igen. Azt hiszem, hogy igazából nem volt antiszemita, de benne volt a kultúrájában az, hogy a zsidók azért az más. Pappája is egy rohadt antiszemita volt. Olyan. Úgy látom, hogy francia hasonlatokat kell, azt várják el tőlem. A 70-es években volt a egyik zsinagógánál egy csúnya merénylet, ahol több ember meghalt, és a szerencsétlen miniszterelnökünk, a Bár, aki egy nagyon derék közgazdász egyébként, abszolút nem antiszemita, és magyar feleség, és elképzelte a zsidó feleség, semmi ilyesmi, az spontán módon azt mondta, hogy hát micsoda fölháborodta, hogy itt embereket ölnek, köztük ártatlan franciákat is. Mert hogy ott voltak zsidó áldozatok és nem zsidó áldozatok, és hát szerencsétlen utána próbálták magyarázni, hogy nem így gondolta meg, hogy sem. De hát az embereknek nagyon jó, szóval van egy ilyen mély réteg, nem antiszemitizmus, semmi köze antiszemitizmushoz. Senki nem tételezte ezt föl, de hát azért nagy feltűnés keltett, hogy a miniszterelnök azt mondja, hogy vannak ártatlan, tehát ez ugyanaz, hogy a azért nem véletlenül ezt egy francia miniszterelnök mondta. És a zöld szeműek, vagy a kék szeműeknek, és akkor miért a kék szeműeknek, ugye? Szóval ilyen van, ez a mély réteg, ugye? De ezt nem tekinteném antiszemitizmusnak. Antiszemitizmus az egy kiformált olyan diskurzus, ami egy bizonyos szinten tudatos, de itt erről szó sincs. De nem lehetünk nyugodtak, mert ez egy mentálhigiénés probléma minden közösség számára. És most láttuk ebbe a szörnyű népszavazási kampányban,
hogy ez a xenofób potenciál benne van a magyarokban, ebből még minden lehet. És ami most elkezdődött Európában, Franciaországban is. Hogy nem? Hogy nem? Ez hát Angliában ez nagyon erősen. Ez olyan, mint a Pest is. Angliában nagyon erősen. Sőt, hát Hollandiában, olyan országban, aminek történelmének semmilyen hagyomány, vagy nem nagyon volt ilyen hagyománya. Inkább ellenhagyománya. Hát azért Hollandiában a holokauszt elég flottul ment. De nem a hollandok miatt, hanem azért, mert egy lapos országban a mindenki. De a hollandok miatt is. Nem. Anna Frankot kijelentette föl. Nem egy német. Mondjuk ez közelből kellene megvédő, milyen arányban történtek bejelentések. Csak azt akarom mondani, de hát ilyen értelme véve azt lehet mondani, hogy szóval a holokauszt az valóban Bulgáriában nem, ezt el kell ismerni, de a többi országban kés a hajban. Hát ezt azért nem mondanám, hogy mit kés a hajban. Hol nem? Hát például Olaszországban nem. De most mondtam, most hoztam fel a német megszállás alatt a Mussolini hatóságok, német a szállói köztársaság volt, Mussolini volt. Igen, szabadna emlékeztetnem a francia, a Hund balpartját megszálló francia csapatok vezetőinek, tehát főnökének, parancsnokának a levelére a Vichy kormányhoz, amikor 42. novemberében ugye elfoglalták a németek a dél-francia államrészeket is, és a Vichy kormány büszkén be akarta vezetni, buzgón be akarta vezetni a sárga csillagot ott is, ez érintette volna az olaszok által megszállt a Rhône balpartját, akkor az olasz főparancsnok visszaírt, hogy hát ez náluk nem lehetséges, az ő fennhatóságát nem lehetséges, mert ez szemben áll egy olasz katonatiszt becsületével. Tehát egyáltalában nem. Ez sajnos ezt nem lehet. Ezt nem lehet egy néven nevezni abban, ami Magyarországon történt. De Magyarország is lehet az ellenpéldákat, mert a szolgált parancsnokok. Szerbiában sem. Revicki több száz embert megmentett. De egyedi esetek de voltak. Nem lehet mondani, hogy ez volt egyedi eset. Nem, mert ez egy hivatalos, annak a hivatalos képviselője volt, annak a rezsimnek, amely másik oldalon deportált. Tehát ez olaszok nem deportáltak, amíg Mussolini-féle adminisztráció a régi rendszer keretében működött, tehát 43. szeptemberig addig Olaszországon semmifajta deportálás nem volt. És minden területen, ahol olasz megszállás volt, nem volt deportálás. Tehát Jugoszláviában sem, Albániában sem, Görögországban sem, az olasz területeken. Tehát ez De aztán volt. Aztán volt. Tesszalonikai zsidók nem maguktól mentek el. Nem, azt a németek csinálták, azt nem az olaszok csinálták. Olaszok soha ilyet nem csináltak. Tehát itt nagyon lényeges különbségek vannak, amit nem érdemes összemosni, mert hogy történelmileg tiszta ügyek, vagy viszonylag tiszta különbségek. A szállói köztársaságban ott deportáltak. Valóban. A német bábállam volt. Valóban. Úgy tűnik számomra, hogy ez az antiszemitizmus ügy, ez egyszerűen ellenáll a, hogy mondjam, a szabálylogikának. Hát igen, de hát... Tehát, hogy mindenféle... Ugye én a magyar antiszemitizmusra jobb hiány ezt a összetoródottság elméletet, hogy mondjam, fogadtam el saját magamnak, amit az előbb itt mondtam. De hát, hogy mondjam, ugye az amerikai antiszemitizmus aztán végképp nem lehetne magyarázni, hiszen nincs minek összetorlódnia, ugye, az amerikai antiszemitizmusban. Tehát, szóval lehet valahol, hogy mégis... Valószínűleg importált. Hát igaz, nem az indiánok az antiszemiták, ha erre gondolsz, igen. De hogy a... De a feketék azok igen. A feketék igen, meg a latinók is. Nem lehetséges-e, kérdezem,
hogy itt mégiscsak arról van szó, hogy a különféle, tehát a keresztény kultúrának azok a hát látens elemei, amelyek ugye tudat alatt a teljesen szekularizált emberekben is megvannak, ezek kapnak mindenféle ilyen, hogy mondjam, modern szempontokkal, tehát konkurencia antiszemitizmussal, antikapitalizmussal, antiszocializmussal, antiradikalizmussal megerősítést. És akkor ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy igen, a keresztény országokban alaphelyzetben van antiszemitizmus, ha az, valami, az valamivel ráerősít, valami ráerősít erre a, hogy mondjam, kereszténység által gondosan impregnált zsidó ellenességre, akkor ott lesz antiszemitizmus, ha meg nem erősít rá, akkor meg nem lesz. Hát teljesen érthetetlen, hogy Magyarországon máig él a vérvád. Vannak emberek, akik elfogadják. Én személy szerint egyszer már meséltem, egy Szlovákiában közvetlenül a magyar határ mellett magyar nemzetiségű faluban tapasztaltam. Néhány évvel ezelőtt jártam ott, és ott mondogatták, hogy hát onnan ugyan hát mindenkit deportáltak, a zsinagógát, hát egy ilyen holokauszt emlékháznak berendezték szépen, karban tartják, ilyen értelemben semmi kifogásolni való nincsen, de mondogatják az emberek, hogy hát bizony azért ott háború előtt el eltünedeztek keresztény gyerekek ott a zsinagóga környékén.